Szép jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a mai koncertre, amit igazából az önkormányzat a nyugdíjas korú lakóinak szánt elsősorban, de nyilván nem csak nekik, hanem bárki, aki szívesen meghallgatná ezt. Szeretettel vártuk erre a koncertre, és a kis üdvözlőkártyán kívül, amit mindenki megkapott a postaládájába, azon túl ezzel a koncerttel szeretne az önkormányzat kedveskedni a 65. életévüket betöltött siolgárdi lakosoknak. És akkor a koncert, Pomázi Zoltán hiányzik ebből a csapatból, viszont nagyon sok szeretettel köszöntöm a másik két művészt, itt a színpadon Seffer Edinát és Légrádi Péter művésznőt és művészurakat. Fogadjátok sok szeretettel őket! Négy múltam éppen vasárnapból, azt hiszem, apám bort töltött, és sodort egy cigarettát nekem. Leült mellém, s azt mondta, most, hogy elmégy, ki tudja, mikor látunk majd újra. Vigyázz magadra, fiam! Vigyázz jól, mert a város hideg, büszke és sírik, eddig gond nélkül értél, de már nem lesz mindig itt. Ott a kollégiumban minden egész másként van. Én csak azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember légy fiam. Mikor eljött a nap, szintén egy vasárnap délután, anyád könnyek közt adta rám az ünneplő ruhát. Kék-két csomagot, szól, azt mondta, vigyázz magadra, fiam. Vigyázz jól, mert a város hideg, büszke és sűrűt. Eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. Egész más ott az élet, egyedül hagynak téged. Én csak azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember légy, fiam. Kicsit mélyen volt, ezt lehetett hallani, de nagy szeretettel jöttünk. Légrádi Péter! Ó, oh yeah! Köszönöm szépen! 100 fok Celsius! Hozzáfűzni valóban. Senki más nem beteg most már. Mi nem vagyunk most. Mi nem vagyunk betegek, itt is mindenki egészséges, milyen jó. Igen. Milyen sokan vagyunk. Zoli pedig, hát egyáltalán nincs hangja. Én beszéltem vele többször telefonon, legalábbis próbálkoztunk. Szegénykémnek nagyon, de három macska gyógyítsa meg a párja, a macskák kézrátétellel. Úgyhogy sok szeretettel köszöntjük a régóta fiatalokat, ahogy Zoli szokta mondani. Foglalkosan változott a világ 1959 óta. Nézzük csak,
Az ember még nem járt kint a világűrben. Nem volt minzoknya. Nem létezett az elektronikus zsebszámítógép. Nem volt fogamzásgátló tabletta. Élő ember mellkasába még nem ültettek át szívet. Túszért senki sem követett és kapott milliókat. Folytassak. Fal nem volt még Berlinben. Stalin terve még Lenin mellett feküdt. Kennedy még nem volt elnök Amerikában. Algéria még francia gyarmat volt. Kongó a mai Zaire belga terület. Kínának nem volt atombombája. Kiadás technikai szatelliták még nem kerültek a Föld körül. Lehetetlen volt például kontinens közi egyenes TV közvetítés. Repülőgépet nem térítettek el. Nem volt fogalom az a név, hogy Beatles. Senki sem tudta volna, hogy mi az, ha valaki 1959-ben magyarul farmer nadrágról beszél. Az Erzsébet híd még nem épült újjá Budapesten, és a magyar főváros alatt még nem tübörgött metró. A Szabad Európa Rádió a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon. 2.3. Jó, hey. Na, ki tudja, kit hallottunk? Ki ismerte meg a hangot? Cseke László, így van. Jó helyen járunk, Edina, úgy érzem. Úgyhogy jön az utcán, ezt az eposzt fogjuk elővezetni. Ugye ebben a korszakban alakult meg itt Magyarországon, akkor indult igazán a beat zene, az első jelentős képviselője, akik magyar nyelven is dalokat fogalmaztak és írtak, meg az az Illés együttes volt, ugye aztán később állt föl az Illés Omega Metro triumvirátus, de valóban az elsők, akik azzal próbálkoztak, hogy a Beatles vagy a Rolling Stones után magyar nyelven a magyar közönségnek is megszólaljanak, az első ilyen zenekar az Illés együttes volt, ugye táncdalfesztiválok és korabeli filmek is őrzik ezeket a felvételeket, most pedig következik egy olyan, az utcán című eposzt fogjuk elővezetni, amelyben ugye hát ilyen érdekes népi zenei motívumok is felcsendülnek, hiszen a Szörényi testvérek a Szobi Mandolin zenekarban tanultak mandolinozni. Néha furcsa hangulatban, az utcát járom egy magamban. Nincsen semmihez se kedvem, de érzem azt, hogy nincs ez rendben így. Bár tudnám, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek. Énekelhetnek velem. Megállok egy utca sarkon, erre tovább melyik úton elindulok. Párat lépem, á, erre most miért lépjek én? Bár tudtam, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova, de hova, de hova, de hova megyek. Lámba vasnak támaszkod, fáradt arccal, mint sietnek, találgatom, merre mennek ők. Bár tudnám, hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova megyek. Érdekelni nem tudnának ők. Bár tudnám, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek. Just
sem áldok én. Bár tudnám hova, de hova, de hova, de hova megyek. Tudom, 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 hogy hova megyek. Tudom, 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 hogy vele leszek. Ez volt tehát a híres Sörényi Ródi. Köszönjük szépen. Elfelejtettem bemutatkozni. Téged bemutattalak. Hát fölkonferáltak minket, nagyon kedvesen. Igen. Nevem pedig Seffer Edina, én a Neoton Familiában voltam, mondjuk azt, hogy tegnap. Nemrég. És most az új... És az Éva Neotonban, és most pedig az új Bajtorján együttes tagja vagyok. Ezért vetett ide a sors. És ugye hát az előbbi Szörényi Bródi szerzemény után következzen egy újabb híres Bródi dal, ami annak idején Koncsuzsa jelbeszéd című lemezén látta volna meg a lapvilágot, illetve hát meg is látta, csak aztán valamiért mégiscsak úgy döntöttek, hogy visszavonják ezt a lemezt, és akkor meg sem visítették, mert ez a dal szerepelt rajta, ami egy virágének feldolgozás. Ezt fogjuk ma gyűjtő kedvéért, hámolban fogjuk ma ezt a muzsikát.
ha kifeszítenéd, s nem lennék játéka a mindenféle szélnek. Köszönjük szépen! És köszönöm szépen a segítséget! Nagyon jó volt, és hát ahol ilyen dalolós, kedvű közönségnek feltétlenül kell mesélnem arról, mivel ez a műsor ugye Magyar Beat nevet kapta, hogy a Magyar Beat hőskora. Tetszik-e tudni vajon, hogy mi az a beat? Mondják, hogy beat zene. Ugye a beat zene, a beat az azt jelenti, hogy ütem, ütés. És hát az az nagyon érdekes, hogy a beat zene, mint kifejezés, az valójában a dobfelszereléssel egyidős. Van nekünk egy ilyen dobfelszereléses bejátszónk, majd azt is mindjárt meghallgatjuk. És tulajdonképpen a beat muzsikának az a lényege, hogy a régen, amikor ilyen esztrád dalokat énekeltek még, akkor sokan emlékezhetnek, hogy a Magyar Rádió Stúdió 11 zenekarát Körmendi Vilmos vezényli, mert a karmester diktálta a tempót. Tehát olyankor a tempó, egy dalnak a tempója, az egy kifejező eszköz volt. Tehát nem metrikusan, ilyen beat-szerűen ment a ritmus, hanem ahogy a karmester vezényelte. Ugye aztán jöttek ezek a híres amerikai muzsikusok, ugye, meg angolok is, ugye a blues muzsikások, Muddy Waters, Robert Johnson és a többiek, ugye, akik aztán a Beatles Angliában, meg a Rolling Stones is elkezdték ezt, hogy akkor dobcáig, és akkor hát a karmestereknek akkor nyugdíjazás lett, és ugye nagyon kemény tempóban játszok. És ebből a szempontból ez egy nagyon érdekes dal, ez a rózsa, mert hogy ennek van egy virágének változata. Azt is hirtelen meg megkötöm lovamat, és ugye azt, ha nem beatre játszuk el, hanem ilyen szabadon, most az Edinával ezt megkísérelj. Kicsit hátrébb megyek is. Szabadon. Tehát a beat, mint olyan, az tulajdonképpen ezzel a fajta rockzenével, ezzel a pulzáló dobos ritmussal egyidős. De hogyha már a dobról beszélsz, egy kis bejátszást hallgassanak meg. Igen, a dob. Hát kellemesen lehet élvezni, hogyha az le van halkítva. Akkor élvezhető. De akkor, amikor itt állati, már így mondom, hogy állati hangon izölte meg, és közben azt a nagy dobot verik, hát azt tarthatatlan. Így belevel a dobba, hogy az tűrhetetlen. És sokszor úgy gondolom, le kellene menni, és a fejéhez vágni azt a dobot. Ez az igazság. Azt nem lehet. Ugye az a legkellemetlenebb a dob. Juhé! Na hát ezért nincs dobosunk. De azért a beatet tartjuk. Úgyhogy ugye az Illés Együttes után másik ilyen nagyon ikonikus társaság volt a Tolcsvai Trió, Zolink is ebben muzsikált, úgyhogy most biztos csuklik otthon a beteg ágyba, mert hogy emlegetjük. És hát Tolcsvai Béla és Tolcsvai László és a Zolival kiegészülve trió nagyon sok szép dalt vett föl velük annak idején a Magyar Rádió. Most következik egy ilyen, bár hogy a tél közeleg, de minket ez nem nagyon zavar abban, hogy elénekeljük a Tavaszváró című dalt. Yeah.
Az a címe ennek, nagyon könnyű a szövegét megtanulni, ugyanis ez a refrénje, hogy lá-di-dá-di-dá. Szerintem ez... Legyen kedvedet mindig tanul, húva gondol, mit sem törődni, mintha madár ki az égen jár. Következő dala, ez is egy nagyon nagy siker volt, és tulajdonképpen a mondandója az a mai napig nagyon aktuális, hiszen ez a Kék színű virág című dal, ez is a mai rohanókorra ugyanúgy érvényes, mint ami, hát úgy tűnik, hogy már akkoriban is csak létezett. Soha semmire nincs idő, olyan gyorsan járnak, én is nagyon ritkán látunk a barátaimat. Kint az utcán oly sok ember szinte alig kérdik, nekünk találkozni kéne, hát a szeretjeteket. Csak egy kék színű virág, ennyi a jön, aki jön. A fontos, a barát.
mit a kezemben hozom, csak egy kék színű már hozzá tartozom. Nagyon jó közönségünk van. Nagyon. Azt hiszem, meg kell beszélni a túrmenedzserrel, mert önöket vinnénk mindig. Egy nagy buszt be kell szerezni, és akkor mindig jöhetnek velünk, ahova megyünk. Mekkora poén lenne már? Kérünk ilyen támogatást. De akkor énekeljünk el az utazást hozzá. Kivérelünk egy buszt, és akkor utazunk vidáman. Ugye Szörényi Levente szóló lemezén jelent meg ez a dal annak idején, amikor, hát akkoriban még nem nagyon lehetett utazni, nem úgy, mint manapság, és ugye messziről jött emberek szép sztorikat meséltek, hogy élnek, nem tudom én, külföldön, és hát ez az utazás is egy ilyen, tehát emlékszem, mikor gyerek voltam, és hallgattam ezt a dalt, én is úgy elképzeltem ezeket a tájakat, és úgy irigykedtem a szajnaparti lépcsőn, meg ilyen. De most már tudunk olyat csinálni, hogy a Google Maps-re rámegyünk, oda visszük az embert, én azt szoktam csinálni, és körülnézek ott. Nem, ugye? Na, más is csinálja, igen, nem csak én. Igen, de pizzát nem adnak. Nem. Volt a reggel, mikor elbúcsúztam én anyámtól. Néhány óra múlva messze jártam már hazámtól. A jó hangulatban kis öröm is elvegyült, mert a jágányom elromlott. Mint szállásom égen, szemtöltemben volt. Másnap tovább mentem, az autó mint egy új száguldott. S az sem bántott engem, hogy egy-két Mercedes elhagyott. Összelbe élek, már hullva fáradt voltam, a szomjam is egyre nőtt. Hát barátaimmal kenyeltünk néhány sört. Mikor felkelt a nap, már Párizs utcáin bolyongtam. Van őve, sok hanglemezt hallgattam. A szajnaparti lépcsőn egy sráccal beszélget, vágyattan mosolygott. És ajándékképpen egy dobozkát felé nyújtott. Néhány nappal később, vagy 800 kilométer vált reám. Késő este lett, megpillantottam az óceán. Megdöbbenve néztem egy csodálatos sziklát, mit a hullámok törtek szét. Rájöttem akkor, mint csekély egy földnélés. Az idő egyre szebb lett, akkor Spanyolországon átutaztam. Száraz kihaltájon, majd apró házak közt haladtam. Huescában aznap, mik a viadal volt éppen, és özönlött rá a nép. Ez kegyetlen játék, itt halott ki mellé lép. Saint-Tropezben sajnos minden testrészem leégett.
láttam, hogy az Isten mennyi szép ember teremtett. Nem üldözött engem, mit szom Monte Carlo, és a fényűző gazdagság. Mégis ne gondol kéne, hogy csak ez a boldogság. Egyre följebb mentem, hogy felborítja a hegytetőt. Ó, hegytetőt! Bevallom, hogy nyáron sosem láttam még hómezőt. Ó, hómezőt! De vártam már a percet, hogy itthon legyek tényleg. Egyébként, hát igen, hallották, hogy kicsit Zoli hangját, hát igen, próbáltam utánozni, és a végén mindig, mikor azt mondja, hogy tüm-türüm-tüm, akkor általában így szoktam nézni, mert mindig szabadon énekli, vagy tüm-türüm-tüm, és rám néz, és még van, hogy direkt így csinálja, tüm-türüm-tüm, hogy ne tudjak, úgyhogy bocsánat, ez eszembe jutott most. Ez volt az utazás. Igen, és most mi jön? Hát a dal az ártatlanságról. Ez egy nagyon jó kis dal, ha te jártál ott, ahol én jártam. Ezt milyen hangnemben nevezetjük elő? Ez itt a kérdés. B. Szerintem minden B volt. B-ben. Átraktuk egy picit a dolgokat, amit tudtunk. Thank you.
is kell nekünk énekelni. Tényleg tetszik a kedves zsűrinek? Zoli mindig szokta kérdezni. Tetszik kedves zsűri, kedves közönség? Régóta fiatalok? Én próbálom ide idézni Zolit, de szerintem csuklik rendesen otthon. Macskák még... Na jó. Szóval egy szakítós dal jön, mondd, hogy nem haragszol, amit ő szokta mondani. Most... De még mondom. Gitárosok. Azt mondja Zoli mindig, hogy ez tele van hazugsággal ez a dal, mert azt mondja, hogy hidd el, hogy bánom már, őszintén bánom már, azért, hogy hirtelen elküldtelek, és most kérem én őszintén, kérem én, hogy egyszer bocsájts ezt meg. Nem, erre nem azt mondja, várjunk, nem. Ez egy átmulatott este után szokott lenni. Azt mondta, hogy amikor kicsit nem volt szomjas az illető. Ez az, a másik lesz a másik. Bocsánat, kérem. De ilyen nem történt senkivel még. Tudod, annyi minden történt akkor éppen, és én nem tudtam már hinni senkinek, és te megpróbáltál segíteni rajtam. Sajnálom most már, éjszak, amikor megyünk haza. Nem. Ez nem arról. Várjuk is, hogy az első villamos csörget hajnalban. Nem igaz. Ez nem arról szól ez a dal. Már micsoda? Az első villamos. Hát miről szól? Hát az első szerelemről. Hát, arról szól. Álmosan néz rá a lány.
földön folyt a tánc. A korlát láncain a dő, a csillagász. Az első villamos már elindult felé, következik tehát. Ez az, ami tele van hazugságokkal. Azt mondja, távolból írok, kedvesem. De a jöjj, kedvesem, azt mondja, ne legyél bánatos, én komolyan gondolom, hogy hozzám tartozol, és én hozzád tartozom. Meglátod, rendbe jönnek majd a dolgaink. Lesznek még szép napjaink, szintén fölmelegítve az már, na mindegy is. Mindegy is, elénekeljük. Akár újra kezdik, akár. Thank you.
Köszönjük szépen. Hát a műsorunk vége felé tartunk. És most jön ez a fesztiválos, táncdal fesztiválos dal. Táncdal fesztiválos? Nem az jön még, nem. Nem. Zolival ketten szoktuk, ez egy duett énekelni. Most egyedül éneklem, sajnos. Összetartozunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dal számomra. Egyszer megszülettünk, ezért majd egyszer meghalunk. Adj hálát érte, hogy most még itt vagyunk. Mert volt már pár utunk, és sok mindent tudunk, de legfőképpen az, hogy összetartozunk. Csak ahhoz kell most erő, hogy jó kedvünk legyen. Ígérem neked, ígérd meg nekem, hogy bármi lesz velünk, bármennyit tévedünk, mindig megbocsáthatunk, mert egymásért vagyunk. Egyszer megszülettünk, ezért majd egyszer meghalunk. Adj hálát érte, hogy még együtt vagyunk, mert volt már pár utunk, és sok mindent tudunk, de legfőképpen az, hogy összetartozunk. Vagyunk. A szándékunk lehet jó, és mégis hibázhatunk, mert könnyű bántanunk egymást vagy önmagunk, nem hazudhatunk, mert egymásért vagyunk. És ha jönnek rossz idők, elbúcsúzhatunk, de ne hidd, hogy ettől már meg is változunk, mert volt már pár utunk, és sok mindent tudunk, és a legfőképpen az, hogy összetartozunk. Hogy összetartozunk. Köszönöm szépen. Hát ezt így most Zoli nélkül. Egy csavargódat még búcsúzásképpen, és nagyon-nagyon köszönjük a meghívást, és köszönjük a sok tapsot, meg a velünk való éneklést, és a kedves fogadtatást, és tényleg kell szerezni búzt, ez nincs mese, voltunk több helyen is, de ilyen jó éneklést már régen hallottunk. Igen. És hát mivel ugye a muzsikus lelkek, mi ugye járjuk a világot sokfele, jártunk már, Edina is, én is, és hát egyik nap itt, másik napot ezt a érzést eleveníti föl ez a dal, ez egy régi Bojtorján dal, címe az, hogy Csavargó dal. Én nem tudom, hogy hol alszom ma éjjel,